Rokaknak van világmegváltó ötletük a szoftverfejlesztéssel kapcsolatban. És amikor ezt a világmegváltó ötletet megpróbálod megvalósítani, akkor jössz rá, hogy kellenek bizonyos dolgok, bizonyos összetevők a világmegváltó ötlet célba éréséhez, amelyeket külön figyelembe kell venni. Ezek a termékmenedzsment és a felhasználói élmény a szoftverfejlesztés csapatmunka. Ez a csapatmunka, ez úgy néz ki, hogy te, mint szoftverfejlesztő, együttműködsz egy csapattal, vannak projektvezetők, vannak termékmenedzserek, és vannak felhasználói élmény dizájnerek például. Ezen kívül nyilván a frontend fejlesztő együttműködik a backend fejlesztővel, és még egyéb úgynevezett stakeholderek is vannak a projekten belül. Ez a stakeholder ez konkrétan azt jelenti, hogy akinek valamilyen érdekeltsége van a projekt sikerében, azt nevezzük stakeholdernek. És itt nagyon fontos, hogy amikor te ezt egy egy emberes sóként csinálod, akkor az a, azt kell észrevenni, hogy a projektjeid, a portfólió projektjeid, vagy akár a. Piacra szánt projektjeidnél te egy személyben vagy az gyakorlatilag az összes, az összes felhasználót érintő döntéshozó, és ilyenkor nagyon könnyű megfeledkezni a legfontosabb úgynevezett stakeholderről, magáról a felhasználóról. Úgyhogy mielőtt a világ megváltoztató ötletet megvalósítod, érdemes kutatni a piacot. És ez nagyon fontos része a szoftverfejlesztésnek, mert nagyon gyakran történik az, hogy megírsz egy szoftvert, és ez a szoftver ez konkrétan úgy néz ki, hogy a te saját problémádat úgy gondolod, hogy megoldod, és mások is erre kíváncsiak. De miközben leprogramozod a szoftvert, már úgy megszokod, hogy gyakorlatilag neked mindegy, hogy hogy néz ki a szoftver, hogy működik, mert tudod, hogy hogyan működik az elejétől a végéig az egész szoftver. És mások nyilván más kihívásokat fognak találni ebben a szoftverben. Tehát nagyon fontos, hogy igazoltasd vissza a piaccal a te feltevésedet, és erre a legjobb módszer az, ha nagyon gyorsan kiössz valami kis minimális változattal, ezt úgy hívják, hogy minimum, minimum viable product, tehát egy olyan termék, amelynek minimális funkcionalitása van, és a fő célja az a tapasztalatok szerzése, visszaáramoltatása, vissza Hozzád, hogy abból okulva tudj új irányt adni a projektednek. És ez az agilis fejlesztés, ez gyakorlatilag azt jelenti ilyen esetben, hogy nem a saját ötleteidet programozod le, hanem azt, amit visszaigazolt a piac konkrétan. Mert nagyon sokan olyan problémákkal foglalkoznak, amelyre nincs valós piac, mert olyan értelemben, hogy meg is érjeneket. Mutatok egy példát, például hatalmas felhasználói élmény Csalódásokra, amelyeket te tudsz okozni mondjuk másoknak. Itt van ez a név nélküli üdítő. Oké, okay? nem mondom meg külön a márkáját, mondjuk nem a visszaváltó, visszaváltó részét ragasztottam le, mert még vissza lehet vinni, de itt van ez az üdítő. Na most nemrég ugye az infláció elleni harc, Nak az egyik áldozata, nyilván ezek az üdítők voltak, szépen felemelték őket 20-30%-kal, vagy akár többel, nézd, megnézed a boltban, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mindeközben mit adtak a felhasználónak ezért az áremelésért cserébe. Hát egy olyan kupakot, és mutatom, amelyet most egy lehetőségem lesz összesen, mert egy darab üdítő van itthon konkrétan, mint ebből, demonstrációs célra, nem kérek utána adó visszatérítést, mert nyilván kevesebbe kerülne, de most megpróbálom ezt kinyitni, oké? Okay? Tehát nézzük meg ezt a hatalmas felhasználó élmény hibát. Na igen, egy kicsit ugye a hang is jön, hasonlóan egészséges gondolom, vagy nem. És most megnézed, itt van a kupak, és hoppá, rajta maradt a kupak. Ki az az agyament termékmenedzser, aki ezt, aki ezt engedélyezte? kinek a célját szolgálja ez? Mert próbálj meg így mondjuk egy fél literes üvegből úgy inni, hogy ott van rajta a kupak. Mert például futsz mondjuk a 10 kilométert a 40 fokban, és akkor mondjuk megveszed ezt a fél literes üveget, jó hideg, még le is van hűtve, rajta marad a kupak, megpróbálod inni, és akkor az orrodba ütődik ez a, ez, ez a termék. És nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja, felmentem formókra, megnéztem rengeteg embernek van a problémája. És akkor mit csinál egy felhasználó? Hát tegyük fel, hogy már befutott termék vagy, és megpróbálsz a saját fejed után menni és módosított. Mutatom, hogy mit csinál a felhasználó. Oké, okay. csavar egyet, és akkor csavar a másik irányba. Most egy lehetőségem van, tehát valószínűleg egy kicsit most gyengén fogom csinálni, most csavarom a másik irányba, és kész. És le van választva a kupak. De most mégis, mi szükség van erre? Tehát komolyan, mi szükség van arra, hogy elvesz mondjuk ez a termékmenedzser az életemből pár percet, na jó, üvegenként mondjuk egy olyan 15-20 másodpercet, és mondjuk ha például be lenne a kezem, szerencsére már nincs, de ha belenne, és be volt nemrég, akkor ezt a mutatványt egy kicsit nehezebben tudtam megoldani, tehát még diszkriminálnak is. Tehát ilyen esetben visszakaptam az eredeti terméket, amelyet megszoktam, és látod, hogy ez, ez lett az eredménye. Tehát gyakorlatilag úgy használtam ezt a terméket, mint régen, és nem érte el a célját, a rendeltetését, mert életemben nem jutott volna eszembe egy ilyen őrültség, hogy rajta maradjon az üvegen a kupak. Én ezt értem, hogy vissza lehet váltani, és akkor így könnyebb visszavinni, hogy rajta van a kupa, de mégis mi szükség volt erre? És a te projektjeidben vannak esetleg ilyen részek, amelyekre az égvilágon semmi szükség nincs, csak te jó ötletnek tartottad, de a piac nem igazolja vissza. Mert ha vannak, akkor elképzelhető, hogy valamit tudsz vele csinálni, és esetleg az ügyfeleiddel, a felhasználóiddal tudsz beszélni, és ezek a felhasználók tudják visszaigazolni azt, hogy mire van szükség. Mi olvassuk ugyanúgy a kommenteket, például a YouTube-on vannak konstruktív kritikák, például van, akinek nem tetszett a WordPress, de van, akinek megtetszett. Okay. Tehát ilyen esetben mit lehet csinálni, Kér változtatni a tartalmakon. A programunkon belül is nézzük, hogy mi az, amik jól működik, mi az, ami kevésbé működik jól, mert mondjuk visszajelzés alapján van, akinek például nehezebben ment a JavaScript. Mit csinálunk, vagy a Python? Mit csinálunk? Plusz feladatok, egyszerűbb gyakorlatok, és akkor ezeket is betesszük, és nézzük, hogy ez orvosolja el a problémát. De felhasználói tapasztalatok nélkül nem tudtuk volna mindezt megtenni. És hozzáteszem, hogy amikor először megálmodtuk a karrierváltó mentorprogram elődjét, akkor még teljesen más irányba mentünk el. Ugyanúgy webfejlesztés volt a téma, ugyanúgy a frontendre, hajaszt, frontend, frontendre tettük a hangsúlyt, de akkoriban teljesen másképp, másképp képzeltük el az oktatást, és ez a módszer megbukott. Tehát egyértelműen megbukott, mert a visszaigazolások olyanok voltak, Nyilván akkor még teszt csapattal csináltuk, nem a valódi van, mert té tényleg akkor még kísérleteztünk, különböző módszerekkel próbáltunk újítani a saját fejünk után. A piac nem igazolta vissza. A piac azt igazolta vissza, ami most van, és most elérhető. Tehát mi is fejlődünk, ugyanúgy folyamatosan a visszajelzéseitek alapján. Ezért, ha úgy gondolod, hogy bármilyen visszajelzésed van, akkor írd meg a kommentben, és ne feledd, hogy amennyiben szoftverfejlesztésre adod a fejed, és valamilyen terméket szeretnél lefejleszteni, ne hagyd figyelmen kívül a piacot.